A Tiszaugi és a Szajoli Holt Tiszán december 20-án üzemelték be a szivornyát. Így az előbbit 116 cm-es vízszintről 191 cm-re, az utóbbit 191 cm-ről 276 cm-re töltötték föl. A Tehenesi és a Csongrád Mámai holtágak vízpótlása a Tőkefoki Zsilipen keresztül december 14-től kezdődött meg. A Gyova Mámai és a Csongrád Mámai holtágrendszer szivornyás feltöltését az önkormányzat végezte. A Gyova Mámai holtág részfeltöltése már be is fejeződött. A Rázsonyi Holt körös töltése szintén a Tőkefoki Zsilipen keresztül január 10-én 85 cm-es vízállásnál indult, jelenleg a vízszint 89 cm. Kritikus a helyzet a Szolnokhoz közeli Malomzugi Holt Zagyva esetében. Bár a csapadék hatására a vízszint ősz óta emelkedett, a jelenlegi 209 cm-es vízállás 41 cm-rel a megállapított ökológiai szint és 151 cm-rel a nyári maximális üzemvízszint alatt van. A gravitációs vízpótlási lehetőségekkel rendelkező holtágak esetében a jelenlegi vízszint a téli üzemrendnek megfelelő.